A képen látható 12 fős csapatot indítja a Fidesz-KDNP az októberi önkormányzati választáson. A jelenlegi képviselők közül négyen nem indulnak újra. Dr. Tóta Áron helyén ifjabb Dr. Tóta Áron, Falusi Vajk helyett Töreki András, Szerencsés Sándor helyén Rusvai Károly és Tokai Gyula helyett Szanyi István méretteti meg magát. Szalai Ferenc polgármester emlékeztetett, 2006-ban 5 milliárd forint adóssággal vették át a várost, mára ez eltűnt, 13 évvel ezelőtt a megyeszékhely vagyona 70 milliárd forint volt, mára ez 106 milliárdra nőtt. 50%-kal növekedett Szolnok saját bevétele, ami az M4-es autóút megérkezésével tovább emelkedhet. A város pedig felkészült a cégek fogadására, hiszen újabb ipari parkot létesít. A turisztika és idegenforgalom fejlesztése, valamint a családok biztonsága a következő ciklusban is fontos feladat lesz, tette hozzá Szalai Ferenc. Ha a városlakók úgy gondolják, hogy az a program, amit előjükre teszünk, az a elvégzett munka, ami mögöttünk áll, minket erősít, és úgy gondolják, hogy mellénk állnak, szívesen várjuk a támogatásukat. Természetesen a végén én is azt mondom, hogy van még mit csinálnunk, nincsen messze befejezve Szolnok, nagyon-nagyon komoly munka áll még előttünk ahhoz, hogy olyan nagyságrendű fejlődést tudjunk magunk mögött, mint mondjuk Székesfehérvár, vagy Kecskemét, vagy Debrecen. Büszkén nézünk ezekre a városokra fel, de bízunk benne, hogy ránk is fel lehet nézni sok mindenért, mert Szolnok azt gondolom, hogy sokak számára nagyon-nagyon fontos. Biztos vagyok benne, hogy a szolnokiak is így gondolják. Szolnok egy jó példa arra, hogyan tud egy megyei jogú város részt venni abban az országépítő munkában, amit a kormány 2010-ben kitűzött célul, mondta Varga Mihály. A miniszterelnök helyettes hangsúlyozta, az elmúlt években gyorsan növekedett a gazdaság, és kialakítottak egy olyan stabil országot, ahol minden település el tudja helyezni terveit. Cél, hogy hazánk a legélhetőbb országok közé tartozzon Európában. Varga Mihály is részt vett a Nekünk Szolnok az első program kidolgozásában, ami több fontos fejlesztést tartalmaz. Szerepelnek mindazok az elemek a családok támogatásától az iparfejlesztésen át az útépítésekig, amelyek egy város gazdasági fejlődéséhez tudnak adni további lendületet, könnyebbé teszik a családok életét, új munkahelyeket tudnak létrehozni, a gyermeket nevelő családok és a családalapítás támogatásával pedig egy modern, élhető várossá tudják tenni Szolnokot. Szolnok Szalai Ferenc polgármester és csapata vezetésével egy olyan építkezésbe kezdett, amely nem csupán gazdaságában, infrastruktúrájában, hanem kultúrájában, sportjában és közösségi, valamint hitéletében is folyamatosan erősödik, mondta dr. Kállai Mária. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, mindez egy nagyon tudatos vezetői munka eredménye. Polgármester úr csapatával és magukkal a szolnokiakkal elkötelezetten, eredményesen dolgozik, ciklusok óta a városért, a város fejlődéséért. Alpolgármesterként magam is részt vettem ebben a munkában 6 esztendeig, és pontosan láttam, hogy milyen nagy szükség volt arra a nyugalomra, arra a bizalommal telt konstruktív, együttműködő légkörre, amelyet Szalai Ferenc képvisel. A jelölt bemutatón elhangzott, hogy a Fidesz-KDNP a napokban elkezdi hirdetni és a lakossághoz eljuttatni programjának részleteit.